Dombováron 1926. szeptemberében állították fel a hősök szobrát. A két világháború között minden évben itt emlékeztek az iskolák, intézmények, társadalmi szervezetek hazánk hőseire. 1945 után nem lehetett a magyar hősök emléke előtt tisztelegni, emelte ki Tóth Zoltán képviselő. Hősök napjáról 1917 óta emlékezünk meg, természetesen 45 után egy 90-es évekig ez nem volt engedélyezett. A kommunista, internacionalista ideológia magyar hősöket nem igazán fogadta el, nem lehetett róluk megemlékezni. 1917-ben hozott törvény alapján az első világháború elesetteire emlékeztünk, majd 1942-ben egy újabb törvény született, amelyben már a második világháború elesettei is fölkerültek az emlékművekre, a nevei. Majd 2001 óta létező 63. törvény az, amely kiterjesztette az megemlékezést nem csak a két világháború, hanem a magyar történelem hőseire, mindazokra, akik életüket kockáztatták, elvesztették a magyar hazavédelmében. A dombovári emlékműn természetesen az első világháború hőseinek a nevei találhatóak. A jelenlegi önkormányzat épülete előtt van, ezt azért így mondom, mert ugye az önkormányzat az nem olyan régóta van ebben az épületben. Maga az ünnepnek, a megemlékezésnek az üzenete, amelyet talán úgy tudnék megfogalmazni, hogy nincs nemzet hősök nélkül, mert amelyik nemzet elvesztette hőseit, elvesztette emlékezetét, azoknak a nemzeteknek jövője sincs. Ezért is nagyon fontos, hogy minden évben május utolsó vasárnapján ne csak gyereknapot tartsunk, hanem megemlékezzünk mindazokról, akiknek az életé, akik az életüket áldozták a nemzetért, a hazáért. A rossz időre való tekintettel a megemlékezésre a Helytörténeti Múzeumba került sor, ahol a Dombovári Zenész Egyesület is közreműködött. Az ünnepi műsorban Kőszegi Csaba Valér és Müller Ádám felidézték a múlt történéseit, ezzel emlékezve a hősökre, akik előtt május utolsó hétvégéjén tisztelgünk. A dombovári hősök szobrán 1991-ben avatták fel a márványtáblákat, ahol most is főhajtással, koszorúkkal és mécsesekkel tisztelegtek a város előjárói, szervezetek képviselői és a megemlékezők. Az ünnepi megemlékezésen közreműködött a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József logisztikai ezred díszőrsége.